A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint mintegy 2,7 millióan részesülnek jelenleg nyugdíjban, vagy valamilyen egyéb járandóságban. Közülük körülbelül 2 millióan úgynevezett saját jogú nyugdíjasok. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatai szerint több mint 1,8 millióan kapnak 50 és 200 ezer forint közötti nyugdíjat. Ezt a keresetet egészíthetnék most ki a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül, ha azok a nyugdíjasok, akik még szeretnének dolgozni. A Melódiák Iskola Szövetkezet kapta meg a lehetőséget arra, hogy az első nyugdíjas szövetkezet megalapításában részt vegyen, hangzott el 35 perc című műsorunkban. Óriási ütemben fejlődik, hogy a gazdaságunk óriási ütemben nő a munkavállalók iránti igénye a cégeknek, és azt érzékeljük, azt látjuk, hogy egy olyan, ez is egy olyan lépés lehet, ami mindkét félnek jól jöhet, jól jöhet a nyugdíjasnak, mert alacsonyak a nyugdíjak Magyarországon, és jól jöhet a cégeknek abból a szempontból, ugye, hogy olyan szakképzett, olyan tapasztalt, olyan motivált munkerőt kaphat, amit én azt gondolom, hogy nagyon sokszor nyugodtan állíthatunk, hogy egy nyugdíjas önmagában hordoz másképp szocializál, mint adott ugye a mai fiatalság. A megbízók részéről élénk az érdeklődés a nyugdíjas munkaerő iránt, mert a diákmunkások legfeljebb a szeptemberi iskola kezdésig tudnak munkát vállalni. Sőt, sok munkáltató megpróbálja visszahívni azokat a munkavállalókat, akik most öregségi nyugdíjban vannak, ha csak néhány órában is de szeretnének dolgozni pénzt keresni. Öregségi nyugdíjas kell, hogy legyen mindenképpen az illető, ez nagyon-nagyon fontos, semmilyen más státusz, tehát sem rokkantsági nyugdíja és semmi, sem kedvezményes nyugdíjjal nem tud valaki munkát vállalni, csak az öregségi nyugdíjasok. Maga a feltétel a foglalkoztatásnak az végtelenül egyszerű, ebben a szövetkezetben tagsági viszonyt kell alapítson a, munka, a, a, a nyugdíjas, és a foglalkoztatásnak igazából ez a legfőbb feltétele. Uh, nyilván az, hogy tudja igazolni az, hogy a státusz az uh, ennek megfelelő, és uh, uh, ebben én azt gondolom, hogyha egy orvosi vizsgálat uh, átesik, és uh, azt is uh, tudjuk, hogy ő alkalmas munkavégzésre, akkor uh, már kész is arra, hogy a rendelkezésre álló munkalehetőségből válasszon. Uh, alapvetően uh, nagyon rugalmasan uh, képzeljük ezt, ugyanolyan rugalmasan, mint amennyire a diák munkát. A szakemberek arra számítanak, hogy a kereskedelemben, a vendéglátásban és az egészségügyben is enyhülne a munkaerőhiány a nyugdíjas szövetkezetek működésével.